A világgazdasági jelenségek térségünket is érintik. Az élelmiszerárak gyors ütemű felfelé ívelését mindenki érzékelheti Komáromban is. Sok kis pékség dönt úgy, hogy lakatot tesz a kapura. Ebben a komáromi pékségben még kitartóak. A lisztnek például több mint duplájára ment az ára fel, a margarinok, minden nyersanyagnak, de a villany, mondjuk elmondhatom, hogy havonta 800-at fizettünk, most meg ezért 600, úgyhogy duplája. A gáz volt havonta 1000, most meg 2100. Pékek közül vannak 5-en, abból 3-an kitanult pékek, többi betanult pék, vannak elárusítónőnk, sofőrjeink, úgyhogy több mint 10 családot tartunk el, úgymond. Azt még az avatott közgazdászok sem tudják, mikor tetőzik ez a folyamat. Sajnos nincs az a kristálygömb, ami megmondaná nekem, hogy mi lesz a jövőbe. Én szívvel, lélekkel pék vagyok, több mint 20 éve pék, dolgoztam, mint pék. Pékmester vagyok, most vezetem a pékségét, és beleteszek én is mindent, hogy azért ne legyen úgy, hogy jó van, most már elég volt, befejeztük, harcolni fogok, amíg lehet. Szlovákiában az összes gabonatermeléssel összefüggő költség megduplázódott, sőt meg is háromszorozódott egyes esetekben. A gázárával szorosan összefüggő nitrogén alapú műtrágya ára pedig a négyszeresére nőtt.